Noha Lihali csodaszép csütörtök estét kívánok mindenkinek, sziasztok, üdvözöllek titeket, Norbi vagyok, és újra eljött az idő, amikor is ugye streamelek nektek, és a mai napon ugye, ahogy említettem, a múlt hétvégén ismét horror mezőre lépünk, és elkezdem az első résztől az Outlastot. Először is üdvözlök mindenkit, sziasztok! No, tehát amit az Outlast-ról tudni kell, az Outlast az egy 2013-as FPS túlélő horrorjáték, amelyet a Red Barrels fejlesztett és adott ki. A játékban Miles Upshur nyomozó újságírót fogom alakítani, és egy ilyen látós videókamerával vágok neki a kalandba, ahol a jumpscare-ből sem lesz hiány, tehát erre lehet leginkább számítani. Ugye nem egy mai darab, ahogy hallottátok, konzolra kicsit később jött ki a játék, de ugye amúgykor elkezdtük a második részt, de úgy gondoltam, hogy tudjátok, hogy miből indult el ez a játék, így megvettem az elsőt is, és akkor, hát akkor kezdjük az elejéről. Kezdjük az elejéről, és akkor nézzük, parázzunk együtt. Azért be lehet kötni a biztonsági öveket, az elég para lesz szerintem. És érezzétek jól magatokat. Na, remélem Lilla is itt lesz, és a többi csajsz is, mert ők alig várták. Hát, hogyha a melóból hazajutottak, akkor azért is mondtam a múltkor, hogy 6 óra után fogok kezdeni, mert akkor már talán mindenki otthon van, és akkor be tud csatlakozni. És hát olyan 8:30 magasságáig biztos, hogy megyünk. Na, hajrá, zsa! Itt is vagyok. Ugye a játék PlayStation 5-ön fog menni. A játék az egy PlayStation 4-es játék. Hallgassátok, milyen a intro zenéje. Csodálatos szerintem. Na go! Outlast. Tehát igen, te délutános vagy, Oliver? Vagyis Ikuranji, bocsáss meg. Én tudom, hogy ki kicsoda, de... Szóltok, hogyha hangos a game. Vagy hogyha hangos a pofám. De szerintem ez itt pont jó, múltkor leteszteltük. Na nézzük, lehet, hogy egy kicsit állítok a fényerősségen. Ez itt túlvilágos. Mert ez a full világosság. Egy picit tolunk rá. Jövő hét pénteken. Jó, rendben, akkor... Oké, jövő hét péntek. Ha mi van most, Oliver? Vár, estem csütörtök, péntek, szombat... szabadnapos vagyok. Aztán vasárnap, hétfő, kedd dolgozok. És akkor szerda, csütörtök, péntek ráérek. Tehát a péntek pont még szabad. Az úgy jó. No! Gyorsan... Weissblower. Megnézem gyorsan, mik vannak. A Sensit majd beállítjuk. Szeretnék feliratot. Így. Back. New game. Hát normál az alap verzió. Nehogy már egy harddal azért kezdjük már. Hard Nightmare is insane. Hát no, akkor itt a hard a középfokozat. Harddal nyomjuk. Au! Akkor tovább jó munkát kívánok. Köszi szépen, hogy benézte. Jó legyél, vigyázz magadra. No! Egyből itt a figyelmeztetés ugye a játék elején. De kicsit az így lassacskán haladunk. Már csak azért is, hogy a csajok is ideérjenek. Illetve ugye ezeket itt hadd fordítsam le nektek. Ugye ez egy felhívás, hogy mindenfajta. Na, hol vagyok? Miért nem találom magam? Na, tehát már is mondom. No, tehát
Az Outlast ugye intenzív erőszakot, vérzést, grafikus, szexuális tartalmat és erős nyelvezetet tartalmaz. Kérlek, élvezd a... És akkor itt írja le, hogy ön Miles Usfur, egy oknyomozó riporter, akinek az a célja, hogy meghitt körutat tegyen a földi pokolban. Mindig hajlandó megkockáztatni, hogy belássuk magunkat a történetekbe, amelyeket más újságíró, amelynek más újságíró nem merne utána járni. Meg fogjuk kutatni a sötét titkot, ott Mount Massive Asylum szívében, maradj életben, ameddig csak tudsz, rögzíts mindent. Nem vagy harcos, hogy eligazodj a Mount Massive borzalmaiban, és felfedjük az igazságot, egyetlen választása az, hogy elfutunk, elrejtőzünk, vagy meghalunk. Tehát ugye harcolni nem tudunk, ezek a dolgok vannak, amit itt felolvastam. Szia! Hát igen, elég régi jártál erre, én is, megmondom őszintén. Ez a harmadik adás itt, és köszi szépen, hogy benézted. Hát innen fogjuk most már folytatni, ahogy a reklámban láthattátok, és kezdődik is. Jó, van, megyünk. És ott is van fönn az autóban, ugye? Kitűzünk. Nyomozó vagyunk, oknyomozó, újságíró, pontosan a kicsit. Várjál! A múlt hét hétvégén kezdtem itt, és az a harmadik adás, a Facebookon csináltam egy párat, és elég ritkán. Hát most már itt lesz, itt kell bevonzani az új nézőket, új csapatot kiépíteni, és törni fel, ahogy a fészen. Hát figyelj, annyira nem volt kihagyás, mert tudod, én 3 napot dolgozok, 3-at streamelek, és igazából ment folyamatosan, max egy hét volt kihagyásban. Aha. Köszönöm szépen a kérdésedet, tök jól vagyok, minden fasza, kocsi végre egy jó szerelőnél landolt, és az apró dolgokat kiküszöbölt, amik voltak, azok már ilyen pár forintos dolgok voltak, és azóta tényleg minden rendben van. Szépen működik, már legalább 2 hónapja egy húzamba, azóta ilyen kis olajcsere és hasonló voltak, tehát ugye az nem számottevő. És veled műság, hogy vagy? Én addig mondom itt a szövegben, mi található. De ez egy szeptember 17-ei bejegyzés, 2013-ból nekünk küldték. Illegális tevékenységet észleltek a Murkovnál. Ezek ilyen pszichiátriai bejegyzések. Nem ismersz, gyorsan kell csinálni, lehet, hogy figyelnek. Tehát ezzel a szövegben. 2 hét szoftver konzultációt végzett a Murkovon, a pszichiátriai létesítményben, mond masszívban mindenféle NDA-t. Igen, most megszektek, de komolyan bazd meg, srácok. Szörnyű dolgok történtek ott, nem értem. Ne higgy el annak a felét se, amit látott, vagy ne higgyem el annak a felét. Az orvosok arról beszélnek, hogy az álomterápia túl mélyre megy, és találtak valamit, ami várt rájuk ott a hegyekben. Az embereket bántják, Murkov pedig pénzt keres. Ki kell mutatni, vagy ki kell figyelni. Na, szia! Üdvözletem! Első chat hozzászólásodat, szia! Talált ki? De találjam ki! Ó, talált ki, hogy... szia, üdvözöllek! Jó a név, tetszik. Nem fogom kitalálni. Na, csá! Na, meg is kaptuk akkor itt a játék elején a... ugye a kamerát, és az elemet bele. Ha
Ritust. Most már kitaláltam. No, másik profilod eltűnt az éterben. Örülök, hogy jöttél. Remélem, hogy jó helyen leszek. Szóljatok, hogy esetleg üljek még oda a jobb szélre ki. No, hát nem néz ki rosszul a game. Attól függetlenül 2013-as. Jó, azt mondja, hogy itt kapjuk meg a dokumentumokat, a noteszeket. Jó. És akkor itt meg tudjuk gyors billentyűkkel mindent nézni. No, akkor indulás. Szia Gyurikám! Érezzétek jól magatokat, ide miért nem tudok bemenni? Na, mert hülye béna vagy? Nem tudjuk fölve. Baszki! Ja, akkor már rég voltam. Tényleg rég voltam. No, becsukoltuk magától az ajtó mögöttünk. Azt lehetett hallani. Oké, aha. Ja, igen, ha megnyomom a négyzetet, ugye gyorsan, egyből akkor gyorsan nyitja ki, ha hosszan nyomom, akkor pedig lassan. Gatom csukni, nem? Jó. Erre egyel kapcsoljuk be a kamerát. Jó, az most nem biztos, hogy kell, de kell, fölvet valamit. És mit vett föl? Ó, bazd meg. Na, fordítok. Hát tényleg rég voltam itt, mert látod, már nem is emlékszem vele. Na már mondom is a szöveget. Tehát, most csak ránézek erre a helyre, rosszul érzem magam. Mount Massive Asylumot 1971-ben a botrány és kormány titok közepette leállították. Murkoff Pszichiátriai pedig 2009-ben nyitotta meg újra, egy jótékonysági szervezet leple alatta nyitott meg újra. Oké. Okay. Mobiltelefon vétel egy mérföldnyire hirtelen megszakadt, inkább zavaró. Igen, inkább zavart volt, mint hogy elveszett volna a jel. Murkoff hosszú múltra tekint vissza, a profit jótékonysági célú álcázásában, de soha amerikai földön bármit is gondoltak, hogy kihoztak erről a helyről, annak nagynak kellett lennie. Tényleg azt írja, tényleg. Lehet, hogy végre megtörik a történet. Köcsögök. Hát a végén az a lira, a bastards. Figyelj, most beteg voltam legalább 2 hétig, és kimaradt, de megyek. Hát, inkább csak sportolgatok, mint gyúrogatok. Tehát maradjunk annyiban, hogy ezt most nem nevezném gyúrogatásnak, járok, azért csinálom, és azért próbálok valamit, inkább fitten tartani magamat. Na, mit csinálok? Ellengyel futok. Tehát egy, akkor történetünk ott kezdődik, hogy megérkeztünk az autóba, és ez egy pszichiátriai épület. Már jó hangzik. Tele lesz betegekkel és agymosottakkal. Már szimpatikus. Kamerát annyira még itt nem használom, még fény van, hát majd. Ez egy ilyen látós kamera, tehát szükségünk lesz rá, az biztos. És tudjátok, szeretek körbenézni, tehát mindent is megnézünk. Tessék, ott már be is lehet bújni. Aha, tudja, hogy nem lesz itt van a főbejárat, és itt kell bemenni. Ezt már így, mintha éreznénk, hogy ez így lesz. Nézzük azért meg. Tehát Mount Massive Asylum. Mondtam, hogy nincs itt van. Napucsengő, hanem jó napot kívánok, megjöttem. Na, azt mondja, ez a legeleje, most kezdtünk, Ritus. Kereken 6 óra, 2 perc volt. Tehát nem maradtál le semmiről. Igen, horror játék, csak is szigorúan. Hát ez egy ilyen FPS nézetű, ugye. Van egy kameránk. Mi a fölle? Ja igen, az a zoomolok, azt mondja. Ez ott mi a bánat? Valamit fölvesz. 27, 30.
Weiß ich schon, aber hier. Körbenézek, nem tudom, hogy itt vannak eldugva dolgok, meg ilyesmi. Itt azt látom, hogy van egy létre, ami föl lehet menni. Ez majd. És gondolom, az oda fölvisz minket az ablakhoz, amit láttam. Egy jumpscare lesz. Nyugodtan be lehet szarni majd. Igen, ott kell bemenni. A hanghatások azért nem. Régi játék, de szerintem úgy viszonylag jól néz ki. A hangulata már jó. Én mind ott nyomozó riporter. Megjöttem. Üdv! Melyikkel kapcsolom be? Az ilyen látod. Bassz, ilyen látod. Ez nem az, ez az elem volt. Nem tudom, melyik az ilyen látod. Aha, most már tudom. Activate Night Vision. Ez. Ó, bassz meg, hát ebben nem sokat látok. Bassza, miért megy ki az áram mindig? Tehát most komolyan, hogy soha sehol nem fizetik be azt a rohadt villanyszámlát, de tényleg. Nem cuki. Ez egy kameraszoba? Direkt csinálja a játék, hogy kapásból beszárjunk, tudod. Valami történt? Miért ment el a kép? Oké, itt most látok. Tomi, most nem tudom, nem tudom. Nem tudom. Mert annál sötétebb úgyse lesz, vagy? Nem tudom. Ja, értem. Végül is igaz. Jó, ott jöttünk be, ott egy ajtó, itt meg van. Ha... Ja. A tévétől még elég beszarni. Más is vegyen föl fülest. Már rájön, hogy miért ilyen bar. Csak egy pszichiátriában. Persze, hogy kiférsz? Ki akarsz menni? Macska ki akar venni. Vagyok. Csak a Tysonkkal kis cicám, tudjátok. Ki akart menni a szobából? Már ő már megijedt. Oké. Okay. Jaj, na. Közelebb a mikrofont, aztán hadd szarjak be. Remélem Lilla is idejére. És a többiek csinálják. Aha. Telefon, halló. Egy újabb papír. De ezt itt olvastuk volna már. Nekem rémlik. Mindjárt megnézzük.
Igen, ezt olvastam, várjatok. Mit vettem én most fel? Ez a hangok. Miért van ilyen paralízis itt? Hát de figyelj már, ezt olvastam. És hol a másik? Dokument? Aha, ott van zöld, bocsánat. Bocsánat, elnézést. Na, ez egy beteg, már látom. Ez egy betegnek a papírja lesz. Igen, ez a Murkoff pszichiátriai. Igen, Project Warrider, Mount Massive, igen. 170 éves ügyszám. Beteg kezdő betűi VPH Billy. Konzultáció kezdete 2012-10-14. Beteg konzultáció, igen, megfigyelő orvos, igen. Terápia állapot. A páciens azt állítja, hogy előre haladt az öngyógyításba. És mi van, világos álomállapotot irányított? Példátlan mértékű aktivitást figyeltek meg. Ott a morfogén motornál. Negyedik stádiumú hormonkezelés folytatása, diagnosztika. Ez a spirometria nem mutatott ki felhalmozódást. Ez a bronchiál, ez valami, tudod, ez a hörghurut, az olyasmi. Aha. Igen, igen. Nagyon aggasztó, az a centrifuga az ismét nem vált szét. Nevetés, interjú, jó, ennyi. Akkor ez csak egy beteg papír, hogy ó, az árnyékom. Valaki benn van a WC-be, semmiben? Nem kell lihegni. Hát kopogjunk már be, jó napot kívánok. Nem engedj be. Kérd, ide. Ide se. Hát eddig még nem kell félni, hát. Baszki. A plafonról csöpög a vér. Hát ennyi. Ezt becsukomja. Így. Baszom. Na nézzük, mik vannak itt. Egy géz egy kólával, itt keletkezett most is, szerintem az orvos az csak felmászott a szellőzőn. Ez bedarálta a propeller. Jó, hát menjünk utána, mert az jó. Jó, hogy mi... Merre menjünk? Amerre nem kell, jó? Not you, not again! Miért zárt ide be engem? Hát én... Figyelj, én így közlekedek itt. Halló, van itt len valaki? Ja, nincs senki, mehetek. Én így nyitok és csukok ajtókat, tehát semmi baj. Menjünk lassan be akkor, ja? Ott véres a padló, már látom. Miért üvöltök? Nem szégyeli meg? Tiszteletesen, bele van még egy hűnök. Nincs feje. És hol a gyilkos? Természetesen mit sétálgatunk. Ott is van egy. Baszkit mindenki gyűlök, hát ott is van egy. Mindenki csak fölkötötte magát, semmi baj. Azt a kurva. Ez még mozog. They killed us. Megöltek mindenkit. You got out. Aha. The variants. Azok a variánsok voltak. You can't fight them. Ő próbált harcolni. You have to hide. Can unlock the main doors from security and control. A fejek is ott vannak, hátul fülönnek. Azt mondja, szedjük már le róla. You have to get the fuck out of this terrible place. Azt a kurva. És ki volt ez a beteg állat?
Der Bossom. Az biztos is. Kaptunk egy feljegyzést megint. I'm inside. Kívül vagyok. Hát könnyen lehet, hogy becsapkizott, igen. Igen, azt mondja, hogy kint vagyok. Hogy bent vagyok, bocsánat, inside, bent vagyok. Mindenhol testek, vér, égési nyomok. A fejek úgy sorakoztak, mint palackok a bár mögött. Szavasz, palikám! Holt. Mörköv tudósok lógtak a mennyezetről. Jelvényükön az áll, hogy ez a Mörköv Advanced Research System. Mörköv hosszú ideje. M.O. az nem tudom minek a rövidítése, az volt, hogy hasznot húzzon az állítólagos jótékonyság kihasználásával, bassza meg a harmadik világot, és fizessen be még egy milliárdot. Hogyan gondoltam, Merkel, hogy pénzt keresnek az őrültekkel teli épületből? Van olyan valami taktikai zsaru, aki úgy van kikötve, mint egy disznó a nyáson. Azt mondja, hogy menjek ki, aztán meghal. Jó lett volna hallani, amikor én jöttem, és mégis elhagyhatná az utat. Az azért az itt kemény, ja. Ja, ja. Na jó, oké. Okay. Ez a kamera izé is kurva jó. HD-ba veszik föl, az biztos. Először egy kint körbenézünk, itt még világos van. Ja. Ott át tudom magam préselni, ez már biztos. Na, szépen megnézem az ajtókat. Okay. Melyiket cserélek elemet? Fölfele, lefele nyílt? Én nem azzal közelítek. Rá kell jönnöm, melyiket cserélem ki az elemet magam. Zoki nézelődni. Körrel gugolunk. Persze, hogy nincs elem. De nincs elemem. De nincs elemem, tanulok. Ez kurva jó. Addig játszottam, még elfogyott az elemem. Adjon már valaki kölcsön egy ceruzelemet. Vagy kettőt. Little fake! Bánatos picsa van. Szia! Jaj, de cuki vagy. Hát én sem tudom, hogy most ki vagyok. Én vagyok a oknyomozó riporter. De meg ki a kurva nyelvet? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Bye. Igen, Krisz. Én sem tudom, az mi volt. Ez valami teremtmény volt. Egy... És figyelj, ott van a haverom, a biztonsági őr. Oké, meneküljek el erről a helyről, találjam meg a biztonsági szobát, és nem tudom még mit csinálják. Mi volt az? Jó. Kurva jó, és hol tűnt ez a csepp? Itt is mondja. Ezek a biztonsági őrök, üdvözletem, uraim. Mindenkit meg. Baszok, engem meg. Na jó. Itt vannak a belek. Azt a kurva, megcsúsztam a vérbe. Azért mondjuk ez jó meg van csinálva. Ja, itt egy papíros, az kell. Dokumentumok kellene. Nincs nálad egy kurva pisztoly, vagy valami? Haver. Megnézzük a dokumentumot, tudják. Na, bassz meg. Még egy feljegyzés. Már is mondom nektek. Ez valami lefoglalási... ügy. Oké. Okay.
112-es országút. Ez úgy látom, ez az intézmény ellen indult, mert azt írja, hogy az igazgatóság előttett eskü... igazgatóság előttett eskü alatt. Igen, aminek az oka van azt hinni, hogy pszichiátriai központ katasztrofális biztonsági hiba a közvetlen környezetszennyezés veszélyével raktak a meggyőződésük, hogy eskü alatt tett nyilatkozat tanulvallóan elérendő bizonyítékot szolgál arra, sürgős intézkedés igényel jelent parancs kiadását. Ez egy ilyen okirat, amivel ugye lemondanak az épületnek a mindenfajta irányítás alól. Szerintem ez egy bírói végzés volt. Leginkább. Nekem meg egy kurva elemet kéne találni, ugye? Ez nem nyílik ki, haló? Ez nem ajtó. Ott olyan, mintha be tudnánk itt menni. Itt az ajtó. Ja, szék van előtte. Valaki adjon már elemet, tényleg. Itt van. Itt van. El kéne húzni a picsába, de a kamerába ugye nem látunk semmit, mert elem az nix. Ott sincs elem. Valaki eldughat a PC-nél egy elemet. Ott lent, ott se, ott se. Na jó. Vér az van. Na lehet, hogy nem erre kéne jönni, nem? Tök jól látszik a vérnyom, hogy beleléptem a vérbe, hallom? És itt a sötétben mi? Ott, ott van valami. De nekem villog a dokumentum. Ez egy jó dolog. Akkor remélem a lámpa, hogy a izém is villogni fog. Baszki, ennyi írás? Te tényleg? Ez ami 136-os ügyiratszám, azt már látom. Valami betegről is mi? Volker nevezetű beteg. Ugyanaz volt a megfigyelő orvos, 32 éves volt az illető. Igen, azt írja, hogy a motor aktivitása a következő időpontban csúszott nagyjából 2000 ppm-et. Nem biztonságos továbblépés, harmadik korban a hormonszabályozás. Tehát ezeket akkor hormonilag átvariálták ezeket az embereket, ugye? Igen, ugyanaz, mint az előzőnél. Még az utolsó interjú megjegyzés az, hogy Volkert visszafogottan hallgatták ki, miután önkező csonkításokat végeztek rajta. A visszafogottság megvan, át kellett alakítani, hogy elérjen a hatalmas, eléri ezt a hatalmas méretet. Tehát az előző az a Volker volt, akit láttunk szerintem. Igen. Kiterjedt bőrkiütések, amelyek összhangban állnak ezzel a motor sejtaktivitásával, azt állítja, hogy a homlokáról leszakadt a bőr valóságos látásmódot tesz lehetővé. Úgy tűnik, van némi gyerekkori tapasztalata ezzel a nem tudom milyen gyíkokkal, tuatra gyíkokkal. Aha, aggodalom már fejezte ki a húsa miatt, különösen az ajka és az orra körül. Tehát a hús, igen. Azt írja, a jelenlévő rendfenntartóknak azt kell tanácsolni, hogy figyeljenek a további öncsonkításra. Szolgálat közben elszenvedett lelki traumák úgy tűnik, hogy Afganisztánban hátráltatják. Afganisztán. Tényleg, igen. Fejlődést a folyamatról. Igen. Katonai biztonsági protokoll. Nagyon ajánlott a kontroll. Hol basz meg? Ez lehet, hogy valami katonai... Basz meg, ezt mondom, lopakodja. Itt tudok kinézni, azt mondja. Kukucs.
Ott van valaki. Ott ül a székbe. Figyelj már, Béla. Kussolj ott, jó? Ott van az exit. Lehet, hogy az exit kéne? Én halkan kimegyek, hogy Béla maradjon. Nem mozogsz. Az zárva, bazdmeg. Szia, Lilla. Már beszarás van. Szép estét. Figyeld, ott van a csávó. Menjünk oda? De én oda megyek, megöl, vége. Hát mi, azt tudom, hogy van, csak elszaladok. Szevasi Mikém, hello, hello. Hello, szia. Kell lenni páciens, lenni beteg? Mi a baj? Én itt vagyok a picsába. Van a többen is. Nézzük a tévét. Foci meccs van? Hoppácska. Zene. Uraim. Ott van a bőr, aki letépte az arcát. Nincs a kamerába ellen basszol. Nincs csak ki, nem érdekel, kibasszok az ajtót, ahogy mondjátok. Oké. Oké. Az nem fog megmozdulni, mert nincs feje. És van nála egy cetli, vagy egy kártya, mi az? Adjuk majd. Kék kártya, megvan azé. A kártya. Ő volt a biztonsági főnök, úgy látom. Várjál csak. Valamit föltöltöttek nekünk. Nem azt írta? Hol lett object? Update. Szedjem össze. Igen, ezt az adtam. Jó. Akkor most megyek vissza. Jó, én visszamegyek. Megvan a kártya. Jó, ők még mindig itt ülnek és nézik a tévét. Ott a tévébe én megyek éppen. Azt nézik. Ők nem bántanak, helyes. Ezt nem lehet átnézni? Halló? De meg nem mozduljál, mert hülyét kapok. Azt neki! Megmozdult! Mi fasz? Rúg ma a gyomb az. Hát figyelj meg! Meg a faszkot. Jó, üdvözletem. Menjetek agyátokba, ilyen beteg állatok. Jó. Jó, kéne a zseblámpába, vagy mibe a zseblámpába, de kéne elem abban a retekben. Megcsúsztam a vérbe, az mondjuk az kemény. Olyan sötét van, itt nem látok. Tehát valaki megdobhatná kétszer üzelemmel, még mindig ott tartok. Nincs eldugva sehol. Jó, majd kinézek. Ott már voltunk, nem baj, azért benézünk. Futást azért használjuk. Okay. Lépcsőn nem megyek. Valaki leesett a lépcsőn, az már biztos. De az a nyom, az erre jön. Fél. Följött a lépcsőn vérezve, tolókocsival, ezt a fog ezt kirúgta az ajtót, befele. Azt írja, hogy már nézzük le! Mi baj lehet? Itt tiszta vér minden lehet. Zárva. Jó, hát ennyi. Igen, megtudtam, hogy erre nem lehet jönni. Na jó. Menjünk erre.
Üzü... Ah, szíj, Adrián. Valakinek megjött a menszeszet. Elem nincs? Hát én ezt ki nem nyitom, bazzó. Ott van valakinek a lába, vagy a keze. Most ér meg ijedni. Witness. Oké. Ő volt a szemtanú. Ja, itt is van egy hely. Fúj, mindenhol hullák. És darabok. És ott is van valaki. Ó, a szerencsétlen fejbe lőtte magát. Adjál már valamit. Ott van valami, várjad. Végre elem. És becsukódott az ajtó. Ez illat még jó, hogy nem jön át. Kaptam elemet a kamerába. Oké, tele van, de most csak ezt akkor használjuk, mikor kell, tudjátok. Fölvegyük azt a csávot. Ezt fölveszem, megörökítem. Volt egy sötét szoba, azt azért megnézem. Ott hátul. Ugye azt nem láttam, mert nem volt ilyen látom. Itt. Igen, erre gondoltam. Ott van valami. Ott villog. Ó, elem. Királyság. Na mondjuk egy megérte bejönni. És akkor a másik végén. Onnan megjöttem, ugye? Itt egy valaki. Itt egy valaki. Ez az őr. Ott a rádiója, miért nem veszi föl? Aha. Jó. Szekrényen sincs semmi. Menj az idő. Fél tíz lesz. Már semmi baj. Na jó, megvagyunk. Mehetünk tovább. Mindent is átnéztem. Most már van elem. Lift. Lófasz. Baszki! Csávó lehet a liftel, hallottátok? Pont nem néztem oda, de... Mindegy, ott leugrott valaki, az biztos. Jaj, menjünk tovább. Ez a beteg állat, aki itt szaladgált. Itt a security room. Már megyek is be. Ide nem jött be senki, csak kártyával be is baszom. Na, te hogy haltál meg, fiam? El tud bújni a szekrénybe. Aha. Délláj. Oké, azt kell használni, az már látszik. Dokumentum? Nem. Jó, nézzük a számítógépet. Kódot mondjátok. Feltörjük. Aha, ott van. Jobb képernyő. Itt van az ajtó. Nem lehet ezt bezárni. Bújjak el a szekrénybe és ne harcoljak. Fazok, ez bejött. Ott van. Kinyitott a másik szekrényt. Hát ezt honnan tudtam, hogy... Oké. Jó, hasonlít, tudjátok melyik játékra. Ott is szekrénybe kellett bújkálni. Idegbajt is kaptam tőle. Elment. Elment. Hát kellett, bejött.
Érted? Fogd ezt, berúgta az ajtót. És lebaszta az áramot természetesen. Hát miért is te? De nem baj, hát már láttuk egyszer, lerúgott minket a picsába. Bebújjak oda a kemencébe, ami az. Függőj meg itt. Biztos nem vesz észre. Ez ki ez? Jó napot. Ott van valami. Dokumentum. Aha, ez az újabb. Újabb dokumentumot találtunk. Na, már mondom is. A feladó az Helen. Hát mindegy, én a kemencébe is bemegyek. Igen, kandallót akartam mondani, igen. Tisztelt uraim! A teljes jelentés függőben van. Nincs azonnali intézkedés szükséges. A Murkoff Corp részéről. Négy haláleset elég kétértelmű adatokkal. Hogy tehet? Hogy lehetetlenné tegye a peres eljárást, ha a bizonyítékokat megfelelően kezelték. Ez a Project Warrider továbbra is veszélyes kezdeményezés, és szinte biztosan lesznek további áldozatok. A többihez hasonlóan azonban a család és a kormányzat érdeklődése a betegek iránt olyan csekély, hogy a jogi lépések esélye elenyészően valószínűtlen. A betegek közötti erőszak egyre növekszik, ahogy ez a Morphogenic Engine Therapy egyre közelebb kerül a működő modellek, de a fizikai tényezők kombinációjának előállításához és a kémiai korlátozások kellően hatékonynak bizonyultak ahhoz, hogy biztosítsák a folyamatos ellenőrzést és a profitot. Tisztelettel, Helen Grenet. Rohadjon meg! Tehát csak a profitért csinálták ezeket a dolgokat. Kicsit sötét van, bocsánat. A betegeket. Itt egy ajtó. Ott van, az ki? Oliver, itt van Oliver. Kibasztam az ajtót azért, ne. Ja, piros ajtó. A generátort kell visszakapcsolni lent, ugye? Ez volt a... Na jó, futás! Le kell menni. A generátor szobát be kell kapcsolni. Itt van az ajtó. Szuper. Szartam látok. Ott ki van itt a fal. Ott van valami. Az hang. Aha. Egy újabb feljegyzés. Azt mondja, ez jó hosszú lesz. De jó van most már azért. Ez egy újabb file. Jó sok izé van cucc, azért azt kell mondjam. Ennek a tárgyának, a papírnak a hipnotikus kísérletezés és kutatás. 54. február 10. De régebbi. 54. február 10-én szerdán folytatódott a hipnotikus kísérletezés és kutatás Colorado-i Massive Preserve 13. épületében a következő alanyokkal. Ez a rövidített verzió. Aha, gyorsan elolvasom, jó? Ó, Jacksonról van szó. A Jackson biztos, hogy benne van. De azt mondják, hogy előző esti poszthipnotikumot alkalmaztak. Mutatott ujjal aludni fogsz, ez van rakta az énbe.
Miss Jackson és Pierce minden további javaslat nélkül azonban mély hipnotikus államba jutottak. Pierce kisasszony ezután azt az utasítást kapta, mivel korábban bármilyen módon kifejezte félelmét a lőfegyverektől, hogy minden rendelkezésre álló módszert bevet, hogy felébresszen Jackson kisasszony. Tehát mindegy, az a lényeg, hogy hipnotikus állapotban helyezték ezeket az embereket, és úgy mondták nekik, hogy mit kell csinálni. Azért az is jó. Na jó. Meghipnotizálták őket, és különböző parancsokat adtak nekik. És általában a félelmeiket vetítették előtérbe. Igen, Arthur húzom jöttél. Ott van valaki. Én vagyok az. Józsi vagyok a hegyről. Kapcsolom be a kettő gázpumpát ahhoz, hogy újraindíthassuk a generátort. Fasza. Az jobbra és balra lesz. És tudja, hogy itt fog mászkálni ez a faszkele. Ott egy hullám. Tök jó. Ott egy ajtó. Ott is hullám. Cserélni kell a... Vége! Mi az az? De szerintem Norbi lesz az egyből, akit levernek egyből. Tehát a hegyről. Azt mondja, pump, pump szava, nyisd ki. Itt a pumpa. Egyik bekapcsol. Kész. Az egyik megvan. Ha, no. Ki a fasz az? Bújj az ajtó mögött. Bazd meg! Én lebújjak. Hát ez bejött. Ott van nála. Kimegy. Hát berúgják az ajtót, hogy telibe érte. És hova tűnt? De hogy éreztem, hogy ide el kell bújni? Hova tűnt? Ott megy! Te rohadjál már meg, mikor? Hát hogy jutok én innen tovább? És lemerül addig a teló vagy ilyen. Kamera tuti lemerül addig, rohadjon meg. Hova bújjak el? Meg vagyok! Az meg az anyád, te hülye! De te szinte miért? De beteg áll! Volt itt szekrény? Miért nem meghaltam? Volt itt szekrény? De jó, messzire rakott meg. Tényleg volt itt szekrény? Én nem láttam. Én nem láttam. Vász már át, te szerencsétlen. Na jó, most akkor tudjuk. Tehát. Melyek a hátsó szobába először? Addig úgy jön ki ez a... Franz Karika.
Vola sacre, ja tiedän vola sacre, enkö si? Ympär. Köszi. Köszi a tippet. Igen, ez kellett volna. Most itt bújunk a sötétbe. Bejött. Nem, most jön be. Na, mondjuk azért kellett egy ötöt rúgni az ajtóra, mire bejött. A középsőbe bújtam be. Tuti azt nyitja ki, tehát amilyen mákon van ebben ezekben a játékokban. Csak egy újabb szellem, azt mondta. Oké. Na jó, kiverjek menni? Na menjünk. Elkapott. Pussál már, te szerencsét van. Itt van. De bazd meg, hát hogy vett észre? De tényleg, most kérdezem én. Azt mondja, hello dog. Még ez egy bunkóság így. És lehet, aki ott ordibál, azaz, hogy azt kérdezi, ki van ott. És ő jön ki innen balról. Akkor lehet, hogy jobb volt az így, ahogy az előbb voltam. De mindegy, hátulról kezdünk meg. Én nem látom a csávot. Így, és kikapcsolom a izét. A kamerát, hogy ne fogjon belőle az elem. És várunk. Én itt fog lihegni a nyakatokba. Mindegy, addig ihatok. És lehet, hogy a vízbe guggolva kellett volna kúszni, mászni, és akkor nem hagyja meg, tudod, hogy jövünk. Még nem ment el. Úgy hallom, még itt van. Menjünk ki? Ak, szagyonver, hát most ez van. Google-ba fogok menni, srácok, és akkor... Talán nem hallja meg. Ugye a csobbanást hallotta meg. Nyugi van, Kenobi, jó? Gomb. Gulyás. És miért nem kapcsolja be a kurva kamerát? Komolyan mondom. Igen, horrorhoz ilyeneket talált ki, ki vagyok. Kop, kop. Bassza meg.
Mas mi sono anche previsto che erano lì. Sono tutti ecco. Google war vor, meine ich. Ja, die Schlamme liegt da. Was wird vor dir sehen? Oh, die haben wir gestern. Was gehört die haben wir gestern? Mi hanno tolto i capcioli. Ma schifo che capcioli mi che gli ha. Mi si è picciato. E scuola qua. E vai, che tu vuoi? E gli ha le capcioli, che mi ha fatto. Ma sono dei mini. Fühlen jetzt die Schicke. Was wohl war? Wie geht das mal halt mal? Es ist Söld. Ich will was auch gerne. Geht Söld wohl? Ich gerne. Ich will keine mehr gehen. Er verkommt. Wer ist das? Co to zelej je nišvané? Jde hůl. Ott van. Megúztam. Szóval, azt mondja, Markó, Markó. Ez egy köcsög. És így utána mi jött? Na hol lehet a harmadik? Szerintetek? Várj, ott mondja, hogy... Várj. Térkép, nézzük meg. Én itt állok az X-nél, igen. Nincs több elemem, tehát ez az utolsó. Nem hallja meg, ha így megyek, csak hogy te így megyek. És honnan tudja, mikor kell itt kivenni? Rátugrana a fejem föl. Bazzak, és rátugrott? De te hogy látod? Meg itt bújtam le. Ez hülye. Na jó. Mielőtt bármilyen generátort megnyitok, akkor be kell nézni. Három darabnak kéne lennie. És én csak kettőt találok. Ez már egy köcsök, nem ez? Már én mondom, hogy ki vagyok. Én vagyok Norfi. Ez itt egy szemétség. Várj, hol van itt? Azt mondom. Mi csak kettő szoba van. Ez a harmadik generátor, vagy melyik? Kurvára nem tudom, mert az előbb bekapcsoltunk egy-kettőt. Ez a main breaker, ez hol van? Ezt hol kéne beindítani? Itt az egyik. Oda van írva, hogy pump. Vagy pump room. Lehet, hogy ezt a kábelt kéne követni, és akkor ezt a bal oldalit kéne beindítani? Ezt itt. Most ezt nem tudom beindítani. Warning, nem lehet belenyúlni, mert erre marja a kezedet. Ezek a másik szoba.
két kumpa szoba van. És akkor mit kevés ki? Hát ezt nem vágom. Szerintem csak ez a kettőt kell bekapcsolni. És utána valahogy itt a harmadikat. Hát az előbb bekapcsoltam, itt kipipálta ugye mind a kettőt. Ja, és lehet, hogy az alsó gomb ezt kellett volna megnyomja. Csak azt nem láttam, hogy hülye fasz. Nem, bocsánat. Ez lehet. Ez könnyen lehet, igen. De akkor miért nem fut a karakter? Itt nem fut a karakter. De mindegy, nézzük meg. Ajtó becsuk. Bebasz, ajtó bebasz. Megnézzük, hát most már tudjuk, hogy az első szekrények közül kell valahova elbújni. Ezt kikapcsolni és várni. Ha megnézhetjük, nem tudom, komolyan mondom, nem tudom. De ez esküszöm izgisebb, mint a Alien előbb bújkálni. Ha csak az úgy mosakodik, soha nem mosakod ennyire. Bejött már kis hülye. Szerintem bejött. Ez is milyen volt, hogy kimentem oda, lebújtam ugye oda alulra, és szerencsétlen állat meg simán észre volt. Mondom. Hozzak is idejött. Anyád! De mi jött sétált? Ne hülye vagy. Ez egy buzi komolyan. Hogy lehet különböző így bánni egy dolgokat? Lehet, hogy vissza kéne állítani egy normálra. Ez a hard, ez egy kicsit ilyen... Konkrétan... szétszopat. Nem úgy gondoljátok? Tehát, hogy ez a hard, ez egy kicsit így... lehet, hogy az éjszopok így, mint a gép? Tehát... nem, csak így... tippelek, tehát... mert a helyisége nincs, csak el kell bújni, ugye? Menjél már rád, haver! Tehát úgyse tudunk lövöldözni meg semmilyen. Csak én erre gondoltam, hogy lehet, hogy a hard fokozat az, hogy mennyire hal meg a csávó minket? Mindegy, tokostul úgyis kibassza az ajtót. Második szekrényen. Legalább látom, hogyha bejön. Na, akkor kezdjük előre. Én el fogok játszani így egy darabig. Van egy olyan érzésem. Az évi után természetesen az adást azt felrakom a YouTube oldalra is. Hogy ott vissza lehessen tekinteni bármennyiszer, bármikor. Azért, mert itt gondoltam, hogy úgyse kell lövöldözni, úgyse kell semmit se csinálni, akkor miért ne legyen hard? Legyen egy kis nehézség benne, de hát, hogy... azt nem gondoltam, hogy a bőröm illatát is érzi. Tehát most kéne egyből kimenni. Na a vízben. Megugorok. Köszönöm.
Und von? Ich hab für einen Schmerz. Oder ich fühle mich. Wie wollt ihr denn bei dir? Ott van még egy, ott egy járat. Ahonnan ő kijött, oda kell bemenni. Megvan. Állj föl. Nyomj meg. Megvan, hova kell menni. Ott jobbra volt egy ajtó. Ugye én is ezt mondom, minek venni levegőt egyáltalán? Most mi nem jön be? Jön be. Kellett kérnem. És akkor kimegyünk, jobbra kinyílt egy ajtó. Azt meg, hogy bejött oda. Ne vegy észre. Nézzük, merre megy. Arra, és abban a szobában megy be, oda kell nekünk bemenni. Oda. Futni szeretnék, de nem jön össze. Oké. Remélem nem veszítja ki. Ne nyisd ki. Kérlek, ne. Kiment? Kurva életben. Itt egy gyere. Nice. És most? Most a váskajtot kéne kinyissam, vagy mit csinálják azt? Beszaladtam ide, de kéne lenni egy generátornak itt valahol. Fasok, nem merek még fölállni. Itt van machine room. Várjál már. Electric room. Be tudok bújni az ágy alá szerintetek? Be! Beszarsz, hallod? Be lehet bújni az ágy alá. Jó, ez egy jó dolog. Nem tudom, hol van az a reteke. Mindegy, nézzünk szét. Szar ez a kamera, és olyan homályosan látok, hogy nem lesz. Belenék, bassza. Itt van. Szerintem megjöttem. Azért csukjuk be. Villany, itt nincs. Aha, itt van, itt a kapcsoló. Várjunk előbb, akkor nézzünk szét, ugye? Van két szekrény. Na, és a két szekrény közül melyiket fogja szerintetek kinyitni? Nem.
anders, gell? Jobbot vagy a bal? Én a jobbosra. A tippelek, tehát a balt. A balt utána fogom és kinyitom. Ide elbújunk. És várunk. És akkor utána vissza kell oda menni. És akkor a középen található egységgel fölemenni. Szerintetek ezt meghallott, hogy fölnyomtuk? Biztos vagyok benne, igen. Pedig az összes ilyen generátor. Pedig az összes ilyen generátort meghallottam. Már itt van. Jól gondoltam. Egy buzi. Valahogy nem így emlékszek egyébként az első részre, megmondom nektek őszintén. És mellettem lévő titott, aki látod? Ezt a mákot hallod? Tudom, direkt várok. Még nem merült le, van még egy hajszány. Most merült le. Na jó, menjünk. Oké. Itt mászkál valahogy. Basznak, ez jön. Miért jön ez erre? Ez egyszer már volt itt. Meghallom? Észrevesz, de miért vesz észre? Ez egy köcsög. Kinyitottam megint a mellettem lévőt. Ezt nagyon érzem, hogy a bal oldaliba kell dőlni. De ez mikor egy köcsög? De miből tudja, hogy vissza kell jönni? De tényleg. Nem tudok tovább venni. Erre nem lehet menni. Én meg így sétálok. Futni kéne? Honnan bőjön szarra? Azt tudom, hogy ha fölállok és úgy mentek, biztos, hogy meghallja, tehát úgy nem fogok. Ott is egy ajtó jobbra. Jaj! Kicsit várok. Jó lenne eltakarodni innen a gecbe. Jó, szerintem nem jön. Erre a hangot nem veszel ez a szerver? Halkanítom ki. A szemközti ajtó csupa.
pedig meg, mint a nyitva lett volna, nem? És onnan jöttem. Azt mondom, be van csukott. Hogy tudok innen kijönni? Ez tényleg... Hú, te! Ott vagy. Elment jobbra. Ezt nekünk is arra kéne menni. Nem, nem láttad meg. Nem láttál meg. Na anyádba, de tényleg, hanem. Ez egy köcsög. Elmehetne már a picsába. Nincs több velem, már csak egy. Persze, akkor miért nem fekszel aludni? Nem elég, hogy így stresszelek. Ez itt mászkál oda-vissza, anyjában. Ideig első, mi? Jó, cseréljük egy elemet. A szivat engem az a csávú. Nézd meg, ide megy. Oda ugrik, meg ide jön. Most nekem tuti arra kéne lenni, amerről ő jön. Igen. Ott be tudunk bújni az ágyra. És ha bemegy a szobába, most megyünk. Nem állok föl. Ez meghallja. És most el a gecbe. Középen. Ott van. Ott van. Ott van. És most merre, gyerekek? Megvan a generátor. Oké, megcsináltam. És akkor most? Oké. Akkor most mehetek vissza, ugye? És mehetünk el a liftbe. Jó gondolom. Fény van. Ide jöttünk le azért. Hogy jöttünk? Várjátok, hogy jöttünk? Valahogy ide jöttünk le, nem? Hogy jöttünk ide, srácok? Itt a résem, baszki. Itt a rés. Megvan. Szia Gina, hello, hello! Ó, megvan, srácok! Hát azért nem volt egyszerű. És mehetünk a liftet. Ez a lift nem jön? Ez a lift? Mit nyitottunk ki vele? Álljunk már meg egy szóra. Már nem emlékszem. Térkép van? Valaki kopott. Ott a végén az ajtó. Ugye? Futás! Gyerünk! Az volt zárva. Futás! Fush, forest, exit! Hát nem nyílt ki, bassz meg. Akkor minek kellett a kurva generátor? Na tényleg. Mert ki emlékszik, mire kellett a generátor? Most ha van világítás mindenhol, az legalább egy jó dolog, de... Ki emlékszik, miért kellett a generátor az elején, miért kellett bekapcsoljuk? Senki nem emlékszik? Hát hogy néztétek a streamet, én meg hogy gondolkozok? Én a stresszben voltam, az volt itt a baj.
Eska left the horse. What have you won? Oh! Max, soon for lucky boss. I'm sorry, my son. What's in Shadow of Fear? I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There's so much yet for you to witness. Asa den insikse som sa det. Will you see it? Asa lärtod. Can you? You're near enough, our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Fiedek. Accept the gospel, and all doors will open before you. Asa la mörda med guden. Jo. Hát figyeljetek, tudjátok, hogy tiltakoztam mindig is a Covid oltás ellen. Hát úgy gondolta a kedves játék, hogy most ideje megkapjam, és bebaszott egy gumiszobába. Elég barátságos, hogyha megnézitek már. Rest in peace, nagy keresztek meg minden, és akkor azt mondja, remember valami. Aha. Hát figyelj, ki ilyenek ezek a pasik, csak így berakják úgy nekem. Na, el tudok bújni az ágy alá. Ja. Szevasz, tesókám, engedj már ki. Kösz. Hát ő a haverom. Láttátok? Ő volt a haverom. Segített kiengedni mindenki. Gyere, haver. Őt is engedjem ki, azt mondja? Szerintem arra kell menni a B-cella fele. Ez egy börtön. Ez már biztos. Innen jöttem én ki. Jó, hát menjünk. Hülye vagy? Gyere. Úristen. Oké, jó, hagyjuk. Oké. Semmi? Oké. Mi ezt elengedjük ezeket az embereket, jó? Hol a kamerám? Mi van tőle? Figyelj! Jó, melyikbe menjek? Azt figyelj, mert fejelgeti a falat. Oké, semmi baj. Hagyj engem békén. Ittől a fény világít ide megyek. Az. Jó. Oké. Okay. Szerintem oda kéne, hogy följutnom. Te hallod? Dobbantsál engem oda föl. Fejelgeti a falat. Oké. Okay. Mit csinálja? Kiírt egy ajtó valamelyik irányba. A tolókocsis gyerek tudja a választ? Don't trust them. The voices, they'll tell you it's science. It's not. They were waiting for us in this place. Billy, ott is ott szóval. Aha, ott hátul nyitva van az ajtó. El tudok bújni az ágy alatt, hát az szenzációs, de tényleg. Na, még egyelőre nem tudom, hogy mit kéne csinálni. Próbálok rájönni. Nem írta ki, ugye? Mert gondolom el kell menekülni a bőriből. Jó, ide megyek jobbra. Itt a srácok, amit ugattak nekem. Jó, oda se tudunk bemenni. Oké. Itt van egy betegágy. Halló? Hát nem tudom, át kéne ugranom a túloldalra?
Nem nyúlok oda, az biztos. Azért túl sok minden nincs a játékban, de nem egyszerű megtalálni a jó irányt. Nem tud aludni. Itt már nem tudok tovább menni. Zárva van. És erre szaladt az a másik csávó. Nekünk erre kell menni, azt tuti. De ide, hogy jövök fel. Lehet, hogy ez, aki ott fejelgeti, az azt hátulról le kell nyomni, mint a bélyeget, és akkor innen felugrani a hátáról? Vagy én jelenre gondolom, de tényleg. Ha más nincs, itt egy szék, azt nem tudom fölkapni. Valami. Ajtót tudom becsukni. Ezt se tudtam kinyitni, ott lent meg nincs semmi. Hát ezek elkapnak, akkor... Valami. Jó. Oda megyek ahhoz, aki fejelget. Hát rá nem tudok felugrani. Nézzük már meg, valami legyen már. Ilyen komoly. Te soktam. Várjál! Megvan! Megvan! Oké, megtaláltam az utat. Megtaláltam. Egy cella. Ó, az öncsonkított haverok. Oké. Ó, gec. Jó, megvan. Viszont elfogyott a kamera. Arra is lehet menni, meg erre is. Fasza. Szerintem erre kell nekünk jönni, nincs itt egy elem. Oké, megvan a... Ezt ki tudom masítni? Nincs már ki. Nem. Na mindegy, itt vagyunk, jó helyen vagyunk. Erre sem. Nincs több elem. Ez itt az én bajom. A csajok azok itt vannak, láthattam? Innen jöttem, vagy onnan? Már én sem tudom. Innen jöttem. Akkor erre megyünk tovább. De van valami. Egy elem, nagyon jó. A legjobb karló, tényleg. Shawlers, zuhanyzók. De ezek esély élik. De akkor most hova? Hol van a luk? Várjatok. A rés kell keresek a pajzsam. Onnan jöttem föl. Ott vannak a zuhanyzók, ez sem nyílik. De zuhanyzóknál kéne bemenni. Ja, hát kell ott kúszszak. Jó, megvan. Oké. Okay. Megvan. Nem várnak meg, az biztos. Oké. Okay. Azt mondja, kövessem a vért. Oda az a nyírva. Ó, oh, hogy a fasz ki. Jó, kövessem a vért. Kérem a fertőtlenítést. Köszönöm. Jó, mentés meg volt. Oké, okay. Na. Ja. Néha azért van egy pár fény, az jó. Ott a vér. Ki kell nyitni azt a zárt kertetet. Ja, ott a vér, ott a nyíl. Meg is van jelölve, hogy arra. Ott van, figyelj. Másszak le, az ered csatornán én leszek. Ott le kell mászni.
Io, la basta. Dove va? Csukjon be az ajtót, mielőtt. Melyik ajtó? Ja, ezt az ajtót? Én ezt becsuk, azt mondja, hogy csukjon be az ajtót. Én becsuktam. Jó, szekrény az már van. Ennyi, máshol nem tudok jönni. Jó, hát ez egy elmegyógyintézet. Jó, hát ez gyönyörű szép. Nem tudom, hogy kerülünk a második részbe, akkor ezt becsukjuk, azt mondta. Szerintem akkor ezt is becsukjuk, így. És ez ki fog nyílni, majd erre nyílni. Let me think for a minute! Quiet! Jó faszom ez! Quiet! Nem kell, mert vagy gyantez, jó napot! Figyelj, na! Azt a kurva! Az agyon baszta! Van nála egy... gumibot? Lehet, hogy őt kéne lehezni? Nagyon úgy néz ki. Én bevennék abba a cellába, csak nem bánt. Na mi van, hülye gyerek, lejátszik? Ez engem néz. Ide nem lehet jönni. Aha. Gyertek. Azt mondja, nekem nem kell harcolnom senkivel, hanem lopakodnom kell meg ilyeneket. Biztos, hogy itt el kell lopakodni. Nem fordul el? Te észre lesz biztos nyakombasz. Gyere, kergetőzünk. Csukd rá az ajtót! Menj be ide! Futás! Oké, semmi baj! Oké? Hol a kurva szekrény? Azon. Na! Menj már innen, te hülye! Te hülye! Nem a fasz nem bánt, látod, hogy bánt. Várjak, ide megyek, ő bánt. Hát egymást kinyílek, arra gondoltam. Jó. Itt van valami, tessék, ezt itt is hagyjuk. Jó, itt hagytam a papíros, látod? Ott volt a sötétben. Na, várjátok, megnézzük, mit ír a cetli. Nekromatik. Jó kezdődik, fuck this place. Mi a fasz ez a hely? Én is azt mondom. Mi a fasz ez a hely? Na. Bassza meg ezt a helyet, komolyan bassz meg ezt a helyet. A haldoklás egyre lejjebb kerül azon legrosszabb dolgok listáján, amelyek itt történhetnek velem. Ez mekkora igaza van? Jó. Tehát. Ezt kinyitom.
Mi lehet, hogy ezt kéne becsukni, várjátok? Itt van egy... Aha, itt van egy cella, hogy be tudok csukni és el tudok bújni az ágyon. És itt van lenne két szekrény. Lehet, hogy ideig el kéne őt csalni, futva, és be a szekrénybe. Az még él, és akkor veri agyon. Végül is ez nem bántott. A másik volt. Látod, ez nem bánt. De ha oda bemegyek hozzá, az bánt szerintetek? Mert az irodába szeretnék csak benézni. Kösz, haver. Jelen van. Tehát ő nem bánt. Ez igaz. Lehet, hogy a másik tagot ide kéne csábítani, ide, és ők hogyan verik egymást. Igen, azt tudom. Mert annyi időm nincs. Ez igen. Azt mondja, maradjak csöndben. Én úgy leszek be. Mert hol volt a srác? Itt, ahol kinyitottam az ajtót, ugye? Ott volt bent. Hát akkor kinyitom és rábaszom az ajtót, ugye? Oké, elbújtam ide. Jobb oldali, melyik szekrényben bújtam? Na mindegy, tovább megy. És akkor gondolom kiszalad, és akkor kell nekünk bemenni a security roomba. Igen, igazad van, Lilla. Úristen. Ja. Tudja, ezt az ajtót nyitják. Ott megy. Mehetünk. Nem futok, lassan megyek. Ott van benne szerintem, ez már kirúgta ezt az ajtót. Ide kellett jönni, oké. Megy már be az ajtón, haver. Oké. Itt van valami. Aha, kinyitottuk ott az ajtót. És ide tudok elbújni. Oké. A belsőhöz kellett volna bújni. Pont jókor bújtam el. Tuti ezt hittje ki, figyeld, ezt rám rúgja az ajtót. Nem, nem. Hát még szerencse, baszki. Hát mekkora lenne, ha még ezt nyitná ki. Az lenne az igazán geciség. Látja, hogy jövök erre, és vajon hol lehet? Hát elpárolok? Füdi csak az egyik szekrénybe nézze, tényleg. De viszont kinyitott nekem egy ajtót. Ilyenkor én mennék a másikhoz.
Venga, así son te así yo, oiga. Ya, man. Non ti sto bando. È probabile miseli. Ne è reggere mai te sotto. Basta che è reggere. Mio di te. Ecco a porta la tela. Hát tudom, hogy fölkapcsoltam valamit, akkor ott el kell menjek mellette, még oda bemegy. Vagy erre gondolok. Szeretem a játékokat. Igen, én is szeretem nagyon. Kutás! Itt van az ajtó. Én ide elbújtam. És kész. Én ide elbújok, és akkor hello. Ide nem jött, nem? Nem jött ide. Jó, mehetünk. Nyugi van. Jó, elmenekültem. Ez nyílt ki. Kérem az energia. Na, megvan a mentés. Se kurigy. Ja. Mi van? Menjetek innen a picsába, jó? Itt van valami. Figyelem. Na, csak ide. Mesztelenek. Tényleg azok. Akkor tényleg meg akarnám baszni. Jó, itt kell kimenni. Azt mondja, jobbra vagy balra? Jobbra. Ott álltak a mesztelen srácok. Oké. Betegek. Nem mesztelenek, ezek betegek. És itt kell bemásszak. És mikor? Itt is egy szoba. Az biztos, Gina. Kellegig a szexi testem. Itt egy ilyen biztonsági zárra, be vagyunk zárva. Jó, itt nincs semmi. Én kezdtem már aggódni, hogy meg. Á, de itt egy dokumentum. Dokumentum. Ez egy memo. Egy valami számkombináció van rajta. Lehet, hogy ez fog kelleni nekünk a 1802-86? Meg így erre tudnék gondolni. Mindjárt megnézem.
Azt mondja, a tisztító kapu megfelelő karbantartása kulcsfontosságú. Kérjük, olvass el karbantartási kézikönyv azt a számát, vagy kérjen tanácsot a felügyelőtől. Ja. Köszönöm a instrukciókat. Ez már is. Már is okosabbak lettünk. Okosabbak, mint egy ötödikes. Ja, ne bújjál le, hanem ne bújjál le, álljál föl. Ugor, ki kemény vagy? Gyerünk. Arra kéne majd menni. Ezt meg kell szervizelni. Showers, ott a... Szerintetek nézzünk be oda a zuhanyzóba? Tehát így, csak így szerintetek. Mi lehet a zuhanyzóba? Szükségem van egy kártyára. Hát akkor nem tudjuk meg még. Vannak, meg fogják azt ötlen. Figyelj! Lekép a fejét! Azt kúrva! Lekép a fejét! Egy üdös kutya volt a kártya. Meg is van. Ez nem nyílik, ugye? Ja, mehetünk a zuhanyzóba. Kinyírhat le mindenkit. Kellemes a pasi. Ja, irány a zuhanyzó. Jussak ki innen a büdös picsába. Itt egy magnó. Fasz. Ez zuhanyzó? Hát nem úgy néz ki. Egy ilyen. Az eső az esik. Ablakon... Baszki! Átszúrt valaki mögöttem. Ki volt az? Megszexeltek hátulra. Az a két mesztelen tag volt? Fasz. Jó, akkor nézzünk már itt szét. Zuhanyzó, nincs itt senki. Ajtót becsukom. Ezekben nem tudok elbújni. Innen se tud jönni senki. Hogy került mögé? Jobbra volt egy ajtó? Nézd, jobbról se jött. Mert akkor honnan jött? Megjelent előttem a szexuális tagot. Visszatolattam, ott jött szembe. Ott van. Ott a kukija. Csak így mondom. És már leszünk. De mi? Hát de várj! Akkor ki kell ugrani az ablakon, ugye? Na most már nincs más út. Ablak. Ez lesz, megyek, ablak. Exit through the showers. Jó. Menjünk ki. Hoppasz meg! Menj már ki! Te nem ugrik ki! Ez mi? Mi nem ugrik ki? Mi mászik vissza? Visszamászott a két kukis csávóhoz. Hát ez hülye. Hát itt másztam ki.
Ja, hogy utána visszamásztam. Jó, eljön. Jó, megvan. Nem tudom, hogy tudok-e venni jobbra vagy balra. Én úgy látom, jobbra tudok már. Tudok venni jobbra. Végigmászok a picsám. Itt fog bemenni. Ez a vég. Milyen kis köcsögök ezeknek? Miért akarnak állandóan engem megszexelni? Jó, elmentette. Becsukom az ajtót. Annál nehezebb dolgoztam. Jó, lehet jönni erre is. Körbenézek először itt mindenhol is. Majd az irodalra benézünk. Security. Üdv, van itt valaki? Ja, pilács legalább van. Ez is nyílik. Eldugott valami szajré? Ott az asztalon lehet, hogy lesz. Ott van egy kapcsoló. Oké, valaki bejött, nem tudom ki volt, nem is érdekel. Ez is merre, srácok? Csukd már be! Baszd meg! Ezek így kellett történnie? Fúj, azt figyelj! Ezek így kellett történni. Add ide a kamerát. Ja. Yummy. Ja, megérkeztem. Találja meg az alternatív útvonalat a zuhanyzókhoz. Nem vagy te elég beteg, de tényleg. Jó fasz. Lejött Johnny. Baszki. De ez hülye. Elbújtam az ágy alatt. Engem aztán nem szexel meg. Tudod, bujócskázzunk. Találj meg! Ha nem találsz meg, itt vagyok az ágy alatt. A buzi meg a Norbi bujócskázik. Ott megy. Majd a szexuális. Nem vesz észre. Nem vesz észre. Nem vesz észre.
Ő följön? Nem szeretném megtudni egyébként. Lent lesz az átjáról, vagy fel? Biztos, hogy lent. Mennyi? Mennyi már! Jó, ki bozd meg. Na jó, az buzi. A bocsánat. Tehát ő ott van, tessék. Fölé is jön. Fönt is, lenn is. Plusz, szerintetek hol kéne tovább? És el kéne csukni az ajtót. Még jó lenne, lenne egy kérdő. Erre? Nem hiába nyílt ki az ajtó? Ez itt zárva van? Innen jöttem? Tök jó. Jó helyre jöttem. Itt van, megvan az út. Oké, meg vagyok. Ő rúgta ki az ajtót, amerre kell jönni majd. Erre még körbenézve. Nincs sehol semmi. Jó, meg vagyunk. Mondom, a sávörözben nem tudok az ajtón bemenni. Hanem ott alul kell átlászni, hát persze. Baszd! A hülye agyára, te fasz! Hát de mi baja volt, de tényleg? Te hülye vagy? Szerintem az, de mindegy. Hát a fasz kalapja, de tényleg. Jó, azt is sok itt. Itt mászkáltad a csávú. Becsukjam én ezt? Azt mondja, hogy segítsek neki. Ne rúgjam? Mit segítsek neki? Mutat nekem, ami titka. Mit tudod? Mit tudod, hülye? Mondja, mit mutatsz? Téged viszlek oda a nagy darabhoz. Ne ijedjek, meg nem ijedjek. Mit csinálják én ezzel a tankkal? Jó, minden. Megnézzük, hogy kéne csinálni. Vagy kell fölmászni. Oké, megvan. Milyen segítek, kis szihó beteg állatok. Ezt nem gondoltam volna, hogy ez az első rész az itt tetszik. Gondoltam. Figyelj.
Kösz szépen, hát. Köszi, hamarom, köszi. Ja. Semmi baj, segítek nekünk a bácsi. Az el fog innen hátulról kapni, nem kell. Szóval úgy át, mit tervezem? Hogy... Hát nem tudom. De lehet, hogy majd úgy kéne, hogy két horror után egy szubnótika. Ez nem baj. Okay. Megnézzük az írást. Nem tudom, mert az is egy összetett játék lesz, az biztos. És ott az irányítás azért az... Nem tudom, lehet, hogy a horror után. Ez a horror után egy kis szubnótika, és utána megint horror. Tehát valahogy így gondoltam. Sokan szeretik, a Facebookon is sokan szerették a túlélős játékokat. Remélem, hogy azzal majd lesz még. Lesz még néző itt. Nézzük. Na, azt mondja. Azt írja, hogy Dr. Rudolf Bernikő, 90 éves, elhújt. 2009. február 28-án végezte azt a munkát, amelyet szeretett. 1918-ban született Münchenben, Németországban, és a matematikai és tudományos közösségekben egy tanulmányával szerzett hírnevet a számítástechnikai korai úttörőjével Alan Turinggel. Német háború sorozatfűzőt... Figyelme, Wernicke visszavonult, hogy tájfotózással és macskái gondozásával foglalkozzon. Nem sokkal az ezzel fordult, után érkezett Colorado-ba, hogy jótékonykodjon ennél a cégnél. A cég nyilatkozta, nagy lelki igazi voluntáristát, nem hagy túlélőket. Aha. Értem. És mi a neve annak a gémnek? Ez is zárva. Jó. Ez is zárva. Jó. Ja, harmadik emelet, van olyan is. Valaki össze, hogy össze az ágat. Az lehet, hogy én leszek ott. Bazd meg, ki van ott mögöttem? Te anyád, hagyjál már békén! Köcsög! Hát most végig kapott el! Megfolytok! Hát nézd már milyen az a... Az honnan került ide, de tényleg? Értem, én följöttem a harmadikra. Igen. Itt volt az összeügyőrösszá, ott jött ki. Nem vagyok én senki, hagyjál békén, fazd meg. Lejön ide? Le se jön. Ja, jó, köszi. Abba azért elküldtem. Ott kellett volna átbújnom. Jó, megvan. Itt kellett volna így. Jó, oké, köszönöm. Jó, akkor itt is föl, futás. Bekapjanak el. És itt át sűnjön. Tudta, hogy elkap. Ez igaz. Jó, túléltuk. Jó.
Ne félj, nem bánj bele. Én vagyok a haverod. Oké, meg vagyunk. Jó, nincs itt semmi. Oda vízzel a vércsik. De még itt körbenézünk, hát valaki megerőszakol. Jó, nincs semmi. Várjátok? De van. De nincs. Egy elem jó lenne. Komolyan mondom. Elem, halló, elő. Elbújni tudok, jó? A vérnye úristen. Ott egy elem. Az erre volt jó az a helyszín. Meg arra, hogy elbújjak a szekrénybe. Jó, itt van le egy szekrény. Ezt most már tudjuk. Oké, oda nézzetek, figyelj, mi a mi? Szerinted? Van a vajon? Oké. Ez a gerincébe egy darab? Aha. Igen. Jó napot kívánok, ki van itt? Mr. War Rider. Na jó, vártunk ki a picsot. Meg a föld alá. Nem cserélünk egy elemet. Oké, meg vagyok. Találjam meg az utat a csatornákból kifele. Hát, ez kurva. Mindig ugyanaz megy. Na, erre? Van-e valami? A sötétségben. Ott egy elem. Legalább van értelme bejönni a sötétbe. Na jó. Cuki néz ki azért itt ez a helyszín. Balra kellene, ott van valaki. Sziklomlás volt. Ez feláll? Nem szeretném. Öpp, egy kis mentés töltés. PS4-es játék volt. Ott valami történik szembe. Tényleg, azt nem is tudtam. De hát az hogy kettő egymás mellett mentek? A kettőben oké, az operatőr csajjal tudsz lenni, szerintem, vagy a csávóval, de... Itt is valakit szétmarcangoltak. Még egy dokumentum. Elnézem, miről szól. Már lassan a stream végéhez érünk sajnos, srácok. Most nézem az időt. Úgy elfoglalt. Azt mondja, kérem szépen. Ez egy felvétel lap hátoldalán ceruzával összefirkálva. Találtuk kézírás egyik Martin apapánciens mintáival. Ez a Martin Archibald apapánciens mintáival. Ez az Isten valóságos, amit oly régóta összetévesztünk szellemekkel,
szellemekkel, őrültekkel. Csak szándékosan voltunk tudatlanok. Szól szemén a pikkely a félelem volt is. Ha túllátsz rajta, akkor valóban látsz. Ez a War Rider ajándéka. A homok evangéliuma. A világ lenne a bűne, Isten szándékos tudatlansága, hogy kapjon egy kinyilatkoztatást, és ne terjessze várakozó eloknak. Ez a hely. Az üdvösség útjába állni olyan bűn, amelyek nincs túl nagy büntetés. Na, hát oké. Szerintem én ezt tudom melyik játék, de nem néztem még meg a képet, mindjárt megnézem. Ja, ezzel én játszottam. A streamben még nem volt. Viszont annyira gagyi az irányítása, megmondom neked őszintén. Én ezzel játszottam, én ezt annó egyedül majdnem végig tolt. Nagyon kemény és nehéz játék. Igen, tudom melyik ez. Itt cápák jönnek, meg ilyen. Ismerem. Ez nekem is ingyenes. Ez meg is van ez a game. Ezzel nagyon rég játszottam, nem egy mai nap darab, igen. De viszonylag nem rossz. Az ismerősöm is végigvitte, és meg is lepődött, hogy viszonylag elég jó kis game. Ott kell valószínű tovább menni. De hát tudom, egy zsák szar az üleműtet. És ha megnézed a túlélődet, akkor ilyen körömcipőben van, érted? Körömcipőben. Grafikus egy picit ilyen gagy is, de nem olyan rossz. Na figyeljetek, itt volt egy saving pont. Na még nézzük a következő mentési pontig. Oké, azt mondja, hogy töltse meg vízzel a két lófaszt. Aha, jó. Gondolom, mit jelzi a két csövet, amit meg kell találni. Ott is írja, hogy van a prison, tehát ugye a börtöncelláknak a csővezetékrendszere, az a narancssárga színű, a citromsárga pedig a női mosdónak a... Oké, és akkor itt van female, aha, female drain, és az meg a izé drain, és itt kell lemászni, jó. Menjünk először akkor a sárgához, a nőihez. És itt tudja, hogy lesz valami ember, tudtandaznak, hogy lesz emberfél. Hát miért ne lenne? Mert az a nehezebbik, érted? Azzal annyira azért nem. Megvan. Ez is elég gagyi. Melyik játékkal játszottam itt valami? Szellemek volt a suliba. Komolyan nem tudom, na mindegy. Akkor lehet jelöbb a férfival kéne kezdeni, vagy a... ezekkel itt. Ez lesz a nehezebb szerintem a női. Na jó, menjünk akkor itt le. Ha nem tudok lemenni, víz alatt van. Oké. Hát akkor csak erre kell menni. És jön kis Jónás ott szembe. Megpróbálok addig rájönni, hogy most mi itt a tényállás. Tehát őt ide ledobják. Megvárjuk, még idejön. Mert ugye nem lát. Először, legalábbis. Thank you.
Ki kell őt cselezni. És merre mennek itt még a csajok? A csőrendszerek? Hol ment az oda? Vagy hogy ment az oda? Ott kéne valahogy átmenni. Mert ha megnézitek itt a... Oda kéne átmenni, és itt alul tudunk menni. Jó, szerintem arra kell mennem erre a nagy darab. Nem megyek utána, hát most. Mi bajunk le? Max, adjon le. Aha, erre kell menni. Ez egy bőven az ajtó, nem? Kettőre bejött. Ő kettőre jött be. Hogy mit csinálod szembe? Nem akar kimenni. Tűnjegyél fel, menj innen, nem vagyok itt. Fúj. Ott a izé. Ezt kell elzárni. Szerintetek ezt meghallja? Meg. Még milyen jó, hogy eljöttem onnan. Tényleg a mellettem lévő gyitja ki mindig. Ami nem baj, természetesen nem baj. Ott áll a kis senki házi. Az egyik megvan. Vízbe mentem, meghallotta a csobogást és visszajött. Na, ha innen átjutok a másik helyre, az felüldözős lesz. Nem akar elmenni innen. Nem hagyja engem békén, láttam. Kinyithatom az ajtót, de várjunk egy kicsit. Köszi szépen. Mit hallott meg? Csak fölnézek ide a polcra, tuti van egy jelen. Most nekem akkor tényleg Google-ba kéne menni? Szerintem nem. És most találja ki innen, érted? Azt tudom, honnan jöttem. Innen. És akkor várjunk, most akkor a másikhoz kéne menni, ugye? Hol van?
menj oda le! Te hülye, mit csinálsz ki? Hát ez hülye baszta. Miért nem ment volna? Miért voltam baszta? Ez egy hülye. Oda hogy kellett volna lemászni? Na jó, hát ezt majd szerintem a... Tehát ott eg... De ide nem mászik le. Ez tele van vízzel. Le kell engedni a vizet ennek. Na jó, hát figyeltek. Én szerintem minden fogjuk folytatni. A holnapi nap este 6-tól szintén. Hát akkor is tartsatok velem. Aztán megpróbálok rájönni, hogy itt hova tovább. Az egyik helyszín már megvan. Ugye ott majd szépen elzárik a csapot. És akkor ide még valahogy a lenti részre is el kell jussunk, ahol szintén elzárni, és akkor haladunk tovább a történettel. Hát nem tudom, egyelőre én azt mondom nektek, a második rész így egy kicsit talán izgalmasabb volt, amit kipróbáltunk, de eső a rossz, lehet vele szopni keményen, tehát azért van nehézségi faktor a játéknak. Na hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, hogy velem tartottatok, találkozzunk akkor holnap este, majd figyeljetek az értesítést, és akkor jövök újra vissza. Jó éjszakát, szevasztok!